November 7-e van, péntek régen, ez ünnepnap volt, jó régen, és szerencsére már jól távol van, a legtöbben már nem is emlékeznek talán rá. Szép napot kívánok mindannyiuknak. Hiller Istvánnal kezdjük a mai műsort, az MSZP volt elnökével, az országgyűlés alelnökével, jó reggelt, jó reggelt kívánok, meg platformvezetővel. Szerintem ezek között a platformok között még a legpárthűbb szocialisták is időnként elvesztik a fonalat, hogy melyik platform micsoda, hány platform van, melyiknek mennyire hosszú a neve. Ez a szociáldemokrata értékekért platform. Ez például kikből áll? A Szociáldemokrata Társulás az MSZP egyik alapító platformja, és olyan talán ismertebb szocialista baloldali politikusok vannak benne, mint Lendvai Ildikó, Mandor László, Kökény Mihály, jó néhányan, és persze vidéken is, tehát nem egy belvárosi klub, de elsősorban nem arra megyünk, hogy hány százan, hány ezren vagyunk, hanem próbálunk elemző, gondolkodó munkát végezni, és hát olyasmit, ami a magyar baloldalnak, a szocialista pártnak hasznára van úgy, hogy lehetőleg ez az ország számára is tegnap előny legyen. Tartott egy sajtótájékoztatót, abból az derült ki, hogy magát a pártot is arra buzdítja, hogy gondolkozzon, elemezzen, próbálja picit távlatosabban gondolkozni, ne csak az aznapi üzeneteket megfogalmazni. De ezt miért egy sajtótájékoztató? Miért nem házon belül, párton belül, a Jókai utcában beszélik meg? Azért, mert azért túl vagyunk. És nekem mi közöm ahhoz, hogy egy családon belül az egyik fontos családtag a többi családtagot mire buzdítja, utasítja? Vagy hát, hogyha csak erről beszéltem volna, akkor jogos lenne. Ó, nem, hát a többit is meg. De egyébként kétség kívül, én először házon belül szoktam elmondani a véleményemet. Ehhez persze először is az kell, hogy az embernek legyen gondolata, meg legyen véleménye. Utána azonban nem gondolom, hogy ezt el kellene titkolni. Hogyha csak a házon belüli dolgok jutnak valakinek az eszébe, akkor maradjon a házon belül. Hogyha esetleg van olyan gondolata, üzenete, amelyik már nem a házon belül, vagy nem csak azoknak szól, akik ott laknak, dolgoznak, akkor viszont álljon ki, mi ezt tettük. Mondott érdekes dolgokat, meglepő dolgokat. Például a közmunkát voltak éppen kívánatosnak és üdvösnek nevezte bizonyos összefüggésekben, miközben eddig az ellenzéki pártok nagyon egyértelműen fogalmaztak a közmunka kapcsán, kilátástalanságról beszéltek, megalázottságról beszéltek, éhbérről beszéltek, a helyi hatalmaskodók hatalmának beágyazásáról beszéltek. Hát ön nem. Nem. Egy baloldali pártnak a munka oldalán kell állni. Egy baloldali párt a munkával megszerzett jövedelem ellen ne tiltakozzon, kiabáljon és harcoljon azért, hogy ilyen megalázó bérek ne legyenek és emelkedjenek, küzdjön a munkakörülmények, az életkörülmények javításáért, de az ellen, hogy valaki dolgozik, nem. Ez természetesen, a pártja véleménye is mostantól? Az MSZP eddig nem ezt mondta. Hát gondolom azért beszélgettünk, mert ez ilyen értelemben eltér. De alakítani és formálni akarom a gondolkodásmódot. Ez nem azt jelenti, hogy én egy normál, tudásalapú munkahelyel szembe a közmunkát támogatom. Azt azonban támogatom, hogyha van arra értelmes mód, hogy valaki munkával szerezzen jövedelmet, akkor az előbbre való, mint hogyha hasonló vagy akár csekélyebb összegér, otthon van. Egy baloldali párt nem mondhatja, hogy ő szembe megy a munkával. Hát csak ez ugye bonyolult helyzet, mert a pont most megismert költségvetési tervekből, és főleg a távlatosabb fideszes tervekből azt lehet látni, hogy átteszik, vagy áttennék a teljes szociális támogatási rendszert a közmunka alapba, és aki a közmunkában valamilyen módon nem vesz részt, az még akár a családtámogatástól is elesne. Itt élesen elválik a mai uralkodó elit és uralkodó párt társadalomképe az enyémtől, a miénktől, mert ők valamiféle álságos munkaalapú társadalommal beszélnek. Ez szerintem egyébként egy országméretű összeszerelő üzem, amit itt építenek. Ezzel szemben én mélyen hiszek a megszerzett és alkalmazott tudásba, és hogy ezt a tudást használja az ember értelmes munkára. Magyarul elkötelezett hívei vagyunk annak, hogy a tudás alapú társadalom a jövőjé. Hallok olyan hangokat, hogy eljárt e felett az idő. Na most én azt gondolom, hogy a felett jár el az idő, aki ilyeneket gondol, mert hogy a válság utáni világ
és valóban hétfőn kell gondolni a kedre, de azért időnként mégiscsak látni kéne, hogy mi lesz csütörtökön és pénteken. Ezt mondom a saját társaságomnak is. Ezért a jövő egyre inkább efelé a tudás alapú világ felé megy, és azok az országok, ahol a gazdasági versenyképesség messze magasabb, mint a miénk, és ráadásul ez emelkedik, mind ebbe tesznek pénzt, energiát, és ezt nem. Csak hát ugye azt szokták mondani, hogy pont a közmunkához nem kell tudás. Sőt, olyan emberek végeznek lapáttal a kezükben árokású munkát, akiknek... Hogy ne legyen félreértést, még egyszer. Én híve vagyok annak, hogy ne otthon fölöslegesen eltöltött idő után járjon pénz, értelmes munkának, hogyha az közmunka, azt előbbre valónak látom, és azt mondom a pártomnak, a saját gondolatkörünknek is, hogy munkával megszerzett jövedelemmel szembe ne menjen, de egy olyan tudásalapú világban gondolkodjék távlatosan, ahol megszerzett és alkalmazott tudást értelmes és versenyképes munkára tudja használni a felhasználó, a munkavállaló. Mondott mást is, ami meglepheti azokat, akik ideig a szocialista gondolkodást egy jól meghatározott irányúnak gondolták. Helyes a keleti nyitás, de semmi értelme nincs a keleti bezárkózásnak. Ez ugye megint más, mint amit az ellenzék külpolitikája ideig sugalt. Egyfelől ugye ez egy szellemes bomó, másfelől pedig hát valami mást is jelent, azt mutatja, hogy ön is úgy gondolja, hogy érdemes kelet felé néznünk. Először is az egész gondolatnak az volt a tartalma, hogy nem lehet mismásolni, ami azt jelenti, hogy el kell mondani egy nyári miniszterelnöki beszéd után, hogy mi egyértelműen a nyugati civilizáció része akarunk maradni, hogy mi azt a politikai és kulturális berendezkedést, ami a transatlanti világot, Nyugat-Európát és az Egyesült Államokat jelenti, ennek tekintjük magunkat, és ebből kifelé vezetni az országot, az több, mint hiba. Azt viszont nem látni, hogy keleten, például Japán irányába, mi történik, az vakság. Nem lehet úgy gondolkodni, hogy azért, mert az egyik átmond, csak azért mondok B-t, hogy én valamilyen ellenpontot fogalmazzak meg. Nekem van konkrét, világos és határozott véleményem, az, hogy ennek az országnak, ennek a mi nemzetünknek akkor ment mindig jól, ha egy nyitott társadalom volt, és ez egy nyugati orientációt jelent. Tehát nem jelenti azt, hogy nem kell kelet felé nézni, csak aki kelet felé akarja vinni az országot, ezt nevezem én keleti bezárkózásnak, az több, mint tévedés, azzal szembe megyek. Itt az autoritár társadalmakról és a vezetőikről beszél, gondolom, hát leginkább, tehát Oroszországról, Törökországról, Kínáról, Szaúd-Arábiáról lehet ezt hosszan sorolni. Na hát, és akkor a másik, a köztársasági elnök intézménye. Azt mondja, hogy a miniszterelnökség nagy létszámúvá duzzasztása gyakorlatilag megágyaz annak, hogy Orbán Viktor 2017-ben elfoglalhassa a köztársasági elnöki posztot. Orbán Viktor neve nem hangzott el a sajtótájékoztatóján, de hát aki ebben az országban él, mindenki érti, hogy mire gondolhat. Erre hogyan kellene az MSZP-nek felkészülnie? Mi dolga van ezzel az MSZP-nek? Hát csak elszenvedni a történéseket, és azt figyelni, hogy velünk, meg az egész országgal mi történik aztán, mikor hétfőn beterjesztenek egy törvényjavaslatot, akkor hétfő délután gyorsan azt mondani, hogy ennye-bennye, ez a gondolkodás, ez így tovább nem megy. Egész egyszerűen olyan dolgokat és olyan gondolatokat, olyan javaslatokat kell letenni az ország elé, amiben időbe tud igazodni, és aztán a végén nem egy rossz ízű, szervezetlen és ostoba casting lesz ebből az egészből, hanem időben felkészülés. Mi látjuk annak az eshetőségét, hogy itt egy elnöki rendszer előkészítése történik. Megjegyzem, az elnöki rendszerre van példa az előbb említett keleti országokban, Törökország éppen augusztusban tartott választás is állt át, de Franciaország is elnöki rendszer, az Egyesült Államok is az, meg például Oroszország is. Ezzel nem példákat akarok mutatni, csak elmondani, hogy van demokratikus nyugati berendezkedésű prezidenciális rendszer, és van, ahogy ön mondta, autoriter. Sokféle lehetne. Én azt ez a látom, magyar, hogy bizony itt egy tesztüzemmód folyik. A miniszterelnökség felduzzasztása az nem egy kormányzati átszervezés, hanem egy előkészítés. És 2017-ben, amikor a jelenlegi köztársasági elnök úr mandátuma lejár,
Azelőtt én bizony elképzelhetőnek tartom, hogy erről nap mint nap fogunk beszélni, erre felkészülni egy felelős politikai pártnak kötelessége. Ezt én értem, de mit tudnak tenni? Ugye van kétharmad a parlamentben, egyrészt ott a törvény nyilván átmegy. Másrészt, vagy a módosítása. Másrészt nem tudjuk, hogy hogyan, milyen módon választanánk köztársasági elnököt 2017-ben, de a mai szisztéma szerint akkor jelölik majd. Na de miért kell ülni, várni és arra gondolni, na vajon a Fidesz műhelyi mit tesznek elénk? Mit tudnak tenni? Hanem például azt mondani időben, hogy úgy mondjam, ez a hír nem napi aktualitású hír, csak éppenséggel gondolkodásra szeretnék késztetni, és azt mondani a társaimnak, meg egyáltalán akik érdeklődnek és figyelnek, szerintem itt egy újabb, igen jelentős átalakítás készülődik, ami a hétköznapi életeteket meg fogja határozni. Amikor már készen van a Mirelit termék, akkor nem arról kell vitatkozni, hogy egyébként beállunk a sorba, vagy nem, hanem időben azt mondani, hogy amennyiben például elnöki rendszer bevezetésére tesznek kísérletet, akkor ezt közvetlen a nép általi megválasztást követeljük. Hogy az elnöki rendszer többféle. Tessék gondolkodni, a műhelyeinket beindítani, hogy egy ilyen alternatíva esetén mi hogyan gondoljuk. Hogy egy olyan irányba megyünk el, mint mondjuk az előbb említett keleti országok, vagy időben megnézzük, megkérdezzük az értelmiségi köreinket. De lesz-e lehetőségük arra, hogy beleszóljanak, hogy érdemi munkát végezzenek ebben az ügyben? Most nem beleszólok? Vagy néppenséggel nem azt mondom, hogy még mielőtt beterjesztik, kérlek benneteket, időbe próbálok elhívni a figyelmet. Akkor nem csak az MSZP-nek a figyelmét kell erre felhívni, igazából a társadalmat hívja arra, hogy gondolkozzunk együtt, hogy majd 2017-ben ne tátott szájjal nézzük, hogy jé, Orbán Viktor köztársasági elnök. De én abban reménykedem, hogy azok, akik tegnap a híradások révén hallották ezt a gondolatot, később egy rádióműsorban, most pedig az ön műsorát is nézik itt ma reggel, azok nem így szortíroznak. Hogyha csak annyit sikerül elérni, hogy valaki most éppen mossa a fogát, és közben arra gondol, hogy azt hallja, hogy itt valamin érdemes elgondolkodni, mert egyébként 5 év múlva, 4 év múlva itt fogunk állni, és egészen más módon kell a fogamat mosni, mert még azt is meghatározzák, hogy hogyan tartsam a fogkesét egy elnöki rendeletre. Na de. Azt mondja, hogy fel lehet készülni arra is, hogy adott esetben elérhessék, hogy a nép válasszon köztársasági elnököt. Közben folyamatosan azon gondolkozom, hogy már itt a parlamenti választások, az önkormányzati választások kapcsán újra és újra előjött, hogy kell-e az ellenzéknek legitimálni ezt a rendszert, amiben élünk, és szabad-e ebbe a versenybe, látszólagos versenybe belemennie. Egy ilyen köztársasági elnök választás nem ugyanez a helyzet? Hogyha időben a jelenlegi demokratikus ellenzék ilyen kérdésekre nem készül fel, akkor valóban egyszerűen egy színpadi játékban vesz részt. Hogyha saját politikát, olyan véleményt tud kialakítani, aminek van társadalmi bázisa, amikor nem azt kéri, hogy van gondolatom, álljatok mögé, hanem hogy egyébként ti erről hogyan gondolkodtok, és én azt szeretném képviselni, ez szerintem egy teljesen másfajta politikai irány, mint amit az elmúlt időszakban az ellenzék, a saját társaságom is követett, akkor ebbe nemhogy részt kell venni, akkor ennek a politizálásnak van értelme. Otthon maradni és szombat esti társaságokba siránkozni azon, hogy jaj, milyen szörnyű a világ, ez így nem tud maradni, mert akkor ez így nem fog megváltozni. Az ellenzék jelöltek hiányával küzdött az elmúlt időszakban, hogyha lenne köztársasági elnök választás, ön például vállalna a megméretetést? A felvetés nem arról szól, hogy 2017-re meg tudnám mondani, hogy ki. Amikor elérkezünk a híthoz, akkor tegye fel a kérdést. De ez a sajtótájékoztató nem bejelentkezés. Ez a sajtótájékoztató, vagy ez a gondolkodás, ez fölhívás arra, hogy időben kell tudni egymással beszélni, gondolkodni olyan dolgokról, ami egyébként a napi hírfolyamban nem az aktuális híradások közé tartozik, ettől még meghatározza az életünket. Ha ilyeneket mond, akkor nyilván nem ok nélkül mondja, biztos benne, 2017 tekintetben, a köztársasági elnök pozíciója tekintetében egy fontos változást hoz? Nagyobb eshetőséget látok arra, hogy igen, mint hogy nem. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.